Üdvözlet, sziasztok! Ez a második Hogyan fotózzunk a vasutat című videó szeretne lenni. Most Soprontól nem messze Kópházánál vagyok egy vasúti töltés mellett. Ugye az előző felvétel az Kőbánya Kispesten készült. Most itt van időm erre a kis oktató videóra. Mint látjátok, rajtam van a zöld merény, bár a hőmérsékleti viszonyok azért még bőven engednének fölvenni valamit. Gyönyörű szép ősz van, tehát a háttér az ilyen szép zöldes, sárgás, barnás falevelekből áll, de hát ugye ez a fotokompozíció. Ezen a vonalszakasz, ez az egyvágányú vonalszakasz, itt óránként van, irányonként óránként van egy vonat. Ezt ugye az ember előre megnézi menetrendben, vagy mit szeretne fotózni, és honnan várhatja a vonatot. Fontos dolog, hogy nem csak a menetrendben megjelölt vonatok jöhetnek erre, jöhet erre gépmenet, tehervonat, egyéb vonat, bármi jöhet erre, tehát azért figyeljünk arra, hogy nem csak az a vonat jöhet erre, amit a menetrend kiírt, illetve a futár, vagy bocsánat, elvira kiírt. A fotózást körülbelül erről a helyről fogom végezni, majd bevágok pár képet, hogy lássatok, hogy milyen képeket sikerült innen készíteni. Ez egy kicsit alulról fölfelé fotózó, úgymond béka perspektívából lövöm a vonatot. Most ehhez volt kedvem, de lehetne fölmenni a domboldalra, tőlem jobbra, és akkor onnan lefele. Oda mondjuk a zöld mellény már nem kötelező, itt viszont ahol állok, igen. A sintől, azaz a töltéstől én jóval kijebb vagyok most, sőt még az oszlop határon is kívül állok. Ez azért fontos, mert nem csak hogy az űrszelvényben nem vagyok benne, de az elsodási határban sem. Itt körülbelül 80 km/h sebessége jönnek a vonatok, legalábbis a táblák erre engedtek következtetni. Fontos a zöld mellény, hogy lássa a vonatvezető, hogy van ott valaki, figyeljen rá. Fontos a távolság a pálya és közöttem, ez azért jó, mert nem lesz belőle baj. Betartom az íratlan szabályokat, tehát nem megyek át úgy a vasúton, hogy nem nézek körül, zárcipő van rajtam, hosszú nadrág, van a táskámban bőven üdítő, tehát az, amit az első videóban elmondtam, ez most annak, hogy kicsit ugye a másik kontextus. Tehát figyelek a menetrendre, figyelek az egyéb vonatokra, figyelek a pálya és a közöttem lévő távolságra, és próbálok viszonylag szép képeket készíteni. Hát nem tudom, hogy mi az, amit még el lehetne mondani erről. Ha valaki kérdés van, az írja meg kommentbe alul. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és ha gondoljátok, iratkozzatok fel, hogy következő hasonló videókat, vagy egyéb videókat láthassátok. Sziasztok!